több mint 20 évvel a rendszerváltoztatást követően. Bár elvont fogalomnak tűnhet a demokrácia, mégis a rendszerváltás egyik legnagyobb vívmánya, hangsúlyozta Székesfehérvár polgármestere. Cserpalkovics András azt is hozzátette, éppen ezért rendkívül fontosnak tartja ezeket a felméréseket, és nem csupán az aktuális esztendő mutatóit, hanem a korábbi évekhez viszonyított tendenciákat is érdemes figyelni. A városvezető szeretné, ha a fehérváriak azt éreznék, részesei az őket érintő döntéseknek. Szerencsére azt láthatjuk az ECHO kutatóintézet időszerű 2011-es felmérés alapján, hogy úgy érzik a fehérváriak, hogy az a konzultációs sorozat, ami több ízben, több témában is meghirdetésre került a város részéről, az lehetőség adott számukra arra, hogy elmondják a véleményüket a város mindennapjairól, megfogalmazhassák javaslataikat, és ezeket a javaslataikat, véleményeket a városvezetés figyelembe is veszi. Ez a kutatási program, ez nem most indult. 2004-2005-ben egy uniós támogatásnak köszönhetően indult el a helyi demokrácia audit program, és azóta minden évben elvégzik a kutatást, mondta az ECHO kutatóintézet módszertani igazgatója. Az intézet szakirodalom alapján dolgozta ki azt a kérdőívet, mely a helyi demokrácia hat dimenzióját vizsgálja a lakosok véleménye alapján. Az idei esztendő eredményeit összefoglalva a szakemberek azt állapították meg, hogy 2010-hez képest érezhetően javult a fehérváriak véleménye a helyi demokrácia helyzetét illetően. Azok a folyamatok, amelyek 2010-ben mérhetőek voltak, egy nagyon enyhe pozitív elmozdulás volt akkor a helyi demokrácia összetevőinek a mutatóit, hogyha vizsgáljuk. Ezek idénre stabilizálódtak, és gyakorlatilag mi hat nagy dimenzióban, nagy csoport, kérdéscsoportban vizsgáljuk a helyi demokrácia összetevőjét. Mind a hat dimenzióban egy pozitív elmozdulás volt mérhető a tavalyi évhez képest is. Domokos Tamás a sajtótájékoztatón a fehérvári civil tanács létrehozásáról is beszélt. A tanácsot a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával a civil kontroll elősegítése érdekében hozzák létre ősszel. Két hetük van a Fehérváron bejegyzett szervezeteknek arra, hogy úgynevezett elektort állítsanak. Közülük október 11-én az elektori gyűlésen választják meg két évre azt a 12 főt, akik a civil tanácsot alkotják majd. A választással kapcsolatban szeptember 20-án és 27-én fórumok várják az érdeklődőket a fehérvári civil központban.